1% alatti áremelkedést mért az Otthoncentrum az új építésű lakások négyzetméter árában az első negyed évben, írt a közleményében a cég. Ilyen csekély növekedés legutóbb a Covid időszak alatt volt a vidéki ingatlanpiacon. Átlagosan 1 millió forintos négyzetméter áron hirdetik az új építésű ingatlanokat, közölték. A pécsi szakértő megerősítette ezt az adatot, ami igaz a Baranyai Vármegye székhelyen is. Az 1 millió forintos négyzetméter árak azok az új építésű lakásokra vonatkoznak, ott nagyjából 1 millió 100, 1 millió 200 között vannak az új építésűek. Használt ingatlan árak azoknak a, hát volt egy minimális csökkenés, de azok úgy nagyjából megállnak. Van egy réteg, amit nagyon keresnek, ez a 30-35 millió forintig panellakások, ugye a téglalakásokat 50-60 millió forintig, házal is 80 millió forintig. Azt gondolom, most a piac egy kicsit kivárásban van, megváltoztak a sok feltételek, de ahogy mi halljuk meg, ahogy látjuk, Budapesten már elindult azért a piac, és ennek kell egy pár hónap, hogy még legyűrűzik az idevidékre. A szakértő azt mondja, nem számítanak az ingatlan árak csökkenésére, hiába lassult az új építésű lakások árnövekedése. Azt mondom, az ingatlan piacnak az emelkedésre az összes nagyobb piaci szereplő arra számol, hogy ezek növekedni fognak, akár 10-20%-kal is. Hogy a négyzetméter árak hogy alakulnak, azt előre sajnos nem lehet megmondani, mert az elmúlt években tapasztaltunk pozitívba is fölfelé brutális emelkedést, illetve negatív irányba is, amikor nem számoltunk rá, hogy közben jöttek például az ukrán háború, akkor azutána voltak azért csökkenések is, de az nem volt annyira jelentős. A csok körüli változások a vidéki ingatlanpiacot élénkítik, ez érezhető Baranyában is. Falusi csoknál megemelkedtek az árak, és ott a régi feltételek vannak magyarul, ott még föl lehet venni a meglévő gyerekre is a falusi csokot, ugye és mellé úgy néz ki, hogy ilyen áprilistól ugye több bank is, az 2-3 bank is belement abba, hogy a csok puszt is ugye mellé föl lehet venni. Innentől kezdve azt gondolom a vidéki ingatlanoknak az ára is, meg a kereslettel meg fog nőni, és gondolom föl fog értékelődni ott is egy-két dolog, én azt gondolom. A bankok még nem dolgozták ki azt a verziót, ami a csok pluszt és a falusi csokot tudja kombinálni, mondja Jávor Zoltán. Információik szerint ez áprilisra megtörténik, így a fiatalok egy nagyon jó lehetőséget kapnak arra, hogy Pécs környéki kis településeken találjanak maguknak megfelelő ingatlant.